Rögtön itt van advent első vasárnapja, és fellobban a gyertya az adventi koszorún. A háttér vendége a Cegléd-Újvárosi Református Egyházközség lelkipásztora Ócsai Tibor. Köszöntöm, nagy tiszteletű úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Áldás békesség! Áldás békesség, Istennek dicsőség, és én is köszönöm szépen a meghívást. Most már valóban nincs sok idő az első vasárnapig. És akkor engedje meg egy személyes kérdést. Ilyenkor, mint lelkipásztornak, hogyan telnek a mindennapjai? Sűrűsödnek-e az események az ön életében? Köszönöm a kérdést, talán igen. Ha úgy tetszik, ez az évnek egy kicsit sűrűsebb időszaka. Nagyon sok lelki alkalomon a gyülekezetben is. Sok mindennel elő kell készülni maga adventi vasárnapra, igazán karácsony ünnepére, süt az év végére is gondolunk már ilyenkor. Úgyhogy sűrűbbek az események, így van. Mit tud elmondani a gyülekezetnek a lélek számáról? Egyáltalán mennyire érhető tetten az elvilágosodás? Van ilyenről, beszélhetünk ilyenről? Biztos, hogy megvan. Tehát ez egyre jobban azért begyűrűzik Magyarországra is, látva a legutóbbi népszámlási adatokat is. Tehát nagyon sokan nem is vallják már meg a felekezeti hovatartozásukat, tehát nem tartják fontosnak ezt a kérdést, és hát azt látjuk a számokban is, hogy csökkennek azért a gyülekezeteknek a létszámai, vagy az egyházaknak, bocsánat, így összességében mondom. Miben látja ennek az okát? Mire vezethető ez vissza? Egyrészt az a világ, ami körbevesz bennünket, úgy is mondhatnánk, van egy keresztény ellenkultúra, tehát ez tetten érhető. És sok helyről szivárog pont az ellentétes, akár erkölcsi felfogás, akár úgy tetszik nagy összetett fogalma, kulturális dolog, mint ami volt mondjuk egy 50-100 évvel ezelőtt. Jobban benne volt a mindennapokban a Bibliának a tanítása, megjelent a mindennapokban, az erkölcsökben, családi életben is, ez azért kiveszőben van. Biztos ez is oka. Hála Istennek mindig volt népe, és marad is népe. És hogyha a helyi gyülekezetre gondolok, azért látunk pici, de mindig egyfajta gyarapodás lélekszámban is. Hogyan lehet ellenpontozni ezt a folyamatot? Hogyan lehet felvenni mondjam azt, küzdelmet ez ellen? Fel lehet? Mindenképpen, tehát nekem is, mint ige hirdetőnek, lelkipásztoroknak, de bármilyen lelki munkásnak, sőt hívő embernek egyfajta kötelessége is, hogy arról az életről, ami más, ami a Krisztusi, az Istenben elhívott, hogy azt odaéljek a többiek elé, hogy ha van mód, akkor el is mondjuk ezt szavakkal. Szoktuk ezt röviden mondani, hogy bizonyságot tegyünk a mi hitünkről. Csak is szerintem a személyes elvárás, személyes elérés az, ami megragadja az embereket, tehát személyessé tenni ezt a hitet. És hát megvannak erre a helyek, a templomok, a gyülekezetek, ahol pedig valóban szószékről is, vagy hát így mondom, hogy a gyülekezetben is, szóban is tudjuk ezt hirdetni. Tehát az ellenállás, vagy így mondom, a felvétel a küzdelemnek, az mindenképpen Krisztussal, és az igét, az élő igét, az ő üzenetét elmondani. Adventus Domini, eljövetel, Úr eljövetele. Várakozás és eljövetel. Melyik a hangsúlyos? Hangsúlyosabb valamelyik a másiknál egyáltalán? Érdemes ezt boncolgatni? Benne van egyik a másikban, tehát maga az elnevezés Advent az inkább az eljövetel, ugye a latin eredetből következően, de benne van maga a várakozás időszaka is. Régóta az egyház ünnepli ezt az időszakot így, mint a karácsonyra készülésnek az időszakát, de ebben az időszakban mindig benne van a már első eljövetel betölte, tehát az első karácsony története. Az volt az első nagy advent, az első karácsony megelőző időszak. És hát benne van egy hagyományos, nagyon szép régi, még azt hiszem, hogy 17.-18. századból eredő, egy erdélyi prédikátor fogalmazta meg, hogy a négy gyertya az Krisztusnak a négyféle eljövetel, és az első ez, az első advent betölte, hogy földre született. A második eljövet a mi életünkben, és ez a legfontosabb itt a földi életben, hogy legyen az idős, fiatal, Isten kegyelme megragadhatja, tehát eljövetele szívünkbe Krisztusnak. A harmadik, ez is benne van, eljövetele a halál óráján, tehát az érte jön az övéiért. János 14-ben olvasuk ezt, hogy elmegyek, helyet készítek nektek, újra eljövök, magam mellé veszlek titeket. És a negyedik adventi gyertya pedig emlékeztet bennünket arra, hogy Krisztus visszatér. Tehát az ő
második eljövetel, ebben a nagy második adventben élünk egyébként, várjuk őt, ezért Adventus Domini, tehát eljövendő az Úr. Ha azt mondom, hogy hit, remény, öröm és szeretet? Mindig az, együtt is, külön-külön is. Ez így kerek egész? Ez így kerek egész. Gyertyákat szokás így is, vagy a gyertyalábukat elnevezni. Benne van az a nagy hármassága, amiben él a hívő ember, és mindezt összefogja talán a szeretet, mint ami mindent összefog. Tehát ebben a nagy valóságban is élünk. Hitben, reményben, szeretetben és az ő békességében. Van-e speciális üzenete a jelenlegi adventnek és karácsonynak? Lehet ezt ilyen értelemben tárgyalni? Olyan világban élünk, amilyen? Igen. Tehát valóban jó lenne, hogyha megjelenne mind a négy, ahogy az előbb mondtuk, hit, remény, szeretet és a békesség, és talán most a békesség, ami legjobban aggasztja az egész Földet, és talán Európának ezt a szegletét is, amiben élünk. Ugye szomszédos ország hadban áll, a másik szomszédos országgal, közel-keleti konfliktusról is hallunk bőséggel, és hát azt mondják, hogy jelenleg is vagy 30 háborús góc van a világban szerte. Tehát én azt hiszem, hogy semmire jobban nem vágyódik a mai világ, mint a békességre. De ne legyen ez csupán külső, ne egy külső megbékélés, hanem igazán ez is az Adventnek az üzenete, hogy a szívekben legyen békesség. Tehát magával az Istennel béküljünk meg. Ez hitben történik, és utána a többi emberre, a külső környezetünkre is kihat ez. Legyen az akár a szomszédos nemzet, vagy akár csak a szomszéd, a családon belüli megbékélés. Tehát talán a békességre való vágy a legnagyobb, így érzem ezt. Lehet, hogy éppen a mai adventben is, vagy a mostaniban. Ha már a külsőségeket említette, advent és karácsony. A karácsony igazi lényege nem a külsőségekben érhető tetten, de mégis, mintha ezt favorizálnánk, és lassan szinte egy üzleti modell lenne. Mit lehet ez ellen tenni? Hogyan lehet ez ellen tenni? Hát biztos, hogy egyénileg is lehet, tehát nem állunk be őrületbe, bocsánat, ami sokszor valóban csak a külsőségek, és hát tudjuk, hogy a reklámok világa az pedig erősen hatnak ránk, és sajnos sok esetben az ember elcsábul ebben. Valahogy megtalálni azt a fajta békességet, itt is talán ez lenne a kulcs szó, ami egyfajta csendességhez is vezet, és azt lehet úgy is gyakorolni, hogy körülöttünk a világ az hangos, meg éli a maga életét, de az ember tud belsőleg csendességbe lenni, elcsendesedni. Tehát az advent időszaka és a közelgő karácsony talán erre is figyelmeztet bennünket, hogy vissza kéne kicsit venni, vagy talán nagyon is a tempóból, túlságosan pörög is a világ körülöttünk, mi meg benne, hat ránk, de hogyha ebből félre tudunk vonulni, legalább egy-egy este, hétvégenként szálljunk erre időt, és akkor az ember lelassulva jobban oda tud figyelni Isten szavára is. Ez azt is jelenti, hogy kézbe is kell venni Isten szavát. És hát az imádságban adott válasz mindig így jön részre az Istennel való párbeszédnek a lehetősége. Túl markáns megfogalmazás, hogyha azt mondom, hogy gyakorlatilag helytelen irányba ment el advent és elsősorban karácsonynak a megünneplése? Mi valamit ajándékozunk, Isten pedig valakit ajándékozott nekünk. Ez így van. Olvastam régen egy történetet, nemrég újra eszembe jutott. Arról van szó, hogy egy család évről évre megünnepelt az idős nagyapának a születésnapját, és hát egyszer egy családtag egy gyönyörű szép tortát hozott, erre felbuzdultak a többiek, és csodálatosabbnál csodálatosabb torta költemények készültek a következő vasárnapokon, csak azt vették, vagy a következő születésnapokon, és azt vették észre, hogy egy idő után az ünnepelt lett valahogy ebből kiszorítva, tehát ünnepeltek annak, amit készítettek, azoknak a tortáknak saját magukat, és az ünnepelt pedig félre szorult. Szóval valahogy így van ez a karácsony megünneplésével kapcsolatban is, hogy pont az, akiről szólna, a megváltóról, az Úr Jézusról, az valahogy mint a háttérbe szorult volna, és hát rárakódott sok minden, sok rétegben, amit nehéz már néha lehámozni róla, hogy eljussunk az igazi valóságig, hogy mit is ünneplünk karácsonykor. Ha visszautolok a koronavírus időszakára, az akkori sok, ami megtestesült, megnyilvánult abban is, hogy a személyes találkozásokat gyakorlatilag
minimalizálni kellett, sőt, ezen már túl vagyunk? Ez a lelki pásztornak is azt hiszem, hogy komoly feladatot jelentett. Ennek az áthidalása. Igen, mindenképpen próbálkoztunk mi sokan úgy, én is, hogy hát ha már személyesen nem, akkor telefonon, eljutatott körlevélben, kiadványokkal próbáltuk tartani a kapcsolatot a gyülekezettel, meg hát fölvett Isten tiszteletekkel, ugye, amit vissza lehetett nézni. Személyes véleményem az volt, és a gyülekezetben ezt így értük meg, tehát amikor felszabadulhattunk újra a személyes találkozásra, akkor azonnal nyissuk meg a templomot. Nem akartuk az embereket ebben sem, hogy beleragadjanak, hogy otthon, fotelból nézve, bármikor visszahallgatható, nézhető az istentisztelet, legyen meg a személyes találkozás élménye. Tehát éppen, hogy a gyülekezeti létnek, de magának az egész kereszténységnek is a lényege, nem az egyéni megélése annak, hanem Isten mindig népben, gyülekezetben gondolkodik. Tehát a gyülekezeti megélése az én személyes hitemnek is, de azt formálja a közössége, szükséges a találkozás. Tehát azt szorgalmaztuk rögtön, ahogy lehetett, hogy személyesen találkozunk újra, és azt láttuk, hogy a Covid után nem sokkal, ha volt is elmaradás a gyülekezetben, a gyülekezeti létszáma 10% körül mozoghatott, tehát akik addig jöttek és az első időszakban nem, aztán ez nagyon gyorsan visszaállt. A következő évben már azt láttuk, hogy kb. Teljes létszámmal van ott a gyülekezet, sőt azért néhány új tag is már bekapcsolódott. Az akkor szükségszerűen igénybe vett kommunikációs csatornák megmaradtak-e a személyes találkozás mellett, amit most már gyakorlatban igénybe lehet venni? Tehát a istentiszteleteknek a hangfelvétel az megmaradt, bár azt vettük észre, hogy ezt kevésbé használják az emberek már. Tehát ez egy kicsit visszalépés az előzőekben, amikor kép és hang együtt volt, ugye, tehát egyfajta teljes felvételről nézhette az ember. Körlevél időről időre van, de talán nem azzal a számmal, tehát arra törekszünk, hogy inkább a személyes jelenlét legyen. Tehát ezt, ha úgy tetszik, kicsit erőltetni, vagy előtérbe helyezni. Milyen útra valóval tudna minket ellátni a következő, nem is napokra, a hetekre? Nagy felelősség ilyet megfogalmazni, de ahogy beszélgettünk az elején, az a fajta békesség megtalálása, ami akár a külső és sokszor zajos körülmények ellenére is lehetséges. Tehát az a fajta belső békesség, az Istennel való találkozás lehetősége, és azután az kivetül a környezetünkre is. Tehát valóban szálljunk időt az ige olvasására, vegyük kézbe a Bibliát, lehet, hogy már régóta ott porosodik a könyvespolcon, nyissuk ki újra, tekintsünk bele, tegyünk rendszert ebbe is, tehát nem csak itt-ott felcsapva, hanem akkor olvasunk folyamatában, kezdjünk el egy evangéliumot olvasni. Ugye ott van a karácsonyi történet mindegyiknek az elején, Máté, Márk, Lukács, János, ezzel kezdik, és akár utána lehet haladni az evangéliumi történetekben. De nagyon sok egyház használ egyfajta útmutatót, bibliaolvasó kalauzt, ezt is lehet követni, és mindenképpen keressük a gyülekezeti kapcsolatot, a kötődést. Nagyon sok impulzust kaphat az ember, amit egymaga nehezen talál meg, viszont a közösség hatása rá, és ez mindig pozitív hatás. Nagy tisztelet, úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást. Áldott készülődést akkor karácsonynak.